Az ország minden pontjáról összesen 30 klubból érkeztek versenyzők a városunkban megtartott országos Skander bajnokságra. A megmérettetésen nemtől és kortól függetlenül mindenki egymásnak feszült, hogy kiderüljön, ki a jobb Skanderban. Subjunior, serdülő fiú, serdülő lány, junior fiú, junior lány, férfi, női, grandmasters és amatőr kategóriában mérték össze erejüket a versenyzők. A mérkőzések három Skander asztalnál zajlottak. Arról, hogy miért éppen városunk ad otthont egy ilyen nívós sporteseménynek, Csabai Attilát, a Magyar Skander Szövetség elnökét kérdeztük. Itt vagyunk Karcagon, próbáljuk ezt a régiót megerősíteni a Skander szempontjából. Itt a karcagi skanderosokat próbáljuk kicsit följebb hozni, színvonalban, tudásban és hogy népszerűségben. Vályi Imre, itt a helyi erőnek a vezetője, helyi klubnak a vezetője, nagyon jó skanderosokat hozott már nekünk a válogatottba is, ő maga is rendszeresen Európa és világbajnokságon résztvevő, és ez a gondolat volt az, ő megkeresett minket, hogy szeretné, hogyha ide lejönnénk egy országos bajnoki fordulóval. Úgy gondoljuk, hogy itt körülbelül lesz egy olyan 250-260 nevezés, ez nem rossz, ez jelen pillanatban ez egy erős kis országos bajnoki forduló lesz. Ez már a jövő évi Európa bajnokságba beleszámít, kvalifikációs pontokat tudnak itt a versenyzők szerezni. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy színvonal fogunk itt részt venni, mivel a jobbkezes nehézsúly világbajnok is egy magyar ember lett, Bóta Dukát Gábor, Kőváriné Ivánfi Brigitta is itt lesz, aki szintén világ és Európa bajnok. Hozzák a csapatát, nagyon jó felkészült emberek, és azért kicsit már nemzetközi is lett, mert három román versenyző engedélyt kért, hogy itt részt vehessen a mi országos ligánkba, fordulónkba, bajnoksági sorozatban, és itt vannak, aki közül itt van egy világbajnoki ezüstérmes is. Az országos Skander bajnokságot megtisztelte jelenlétével városunk első embere, Szepesi Tibor polgármester is, aki a következő szavakkal nyitotta meg a versenyt. Karcag egy sportváros, nagyon sok sportág helyet kapott, és nagyon sok sportág képviselője egy versenyez különböző sport létesítményeinkben, és hát nyitottak is vagyunk, hiszen minden olyan új sportág, amely kezdett meghonosodni egészen a triatlontól, különböző küzdő sportágakig, kickbox, karate és még sorolhatnám, mindegyiknek próbálunk helyt adni, és minden sportágat megpróbálunk támogatni, mint ahogy természetesen a Skander sportágat is. Úgyhogy nagy öröm, hogy önöket köszönhetem itt, és hát azt kívánom mindenkinek, hogy érje el azt a célt, amit kitűzött maga elé. Huba Imre, a Jászlanykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke a megnyitón elmondta. Számunkra is nagyon fontos az, hogy a sportot, az egészséges életmódot népszerűsítsék. Olyan föltelekvő sportágakban, ahol a magyarok és különösen a kunok jól teljesítenek, ott pedig mindenféleképpen helyünk van. És azt gondolom, hogy a jövőre nézve nem csak a mi emlékeink, én már csak emlékekből élek, amikor a Skanderre gondolok, mert valamikor fiatalkoromban én is a kollégiumban sokat skanderoztam, így próbáltuk eldönteni az erős sorrendet a fiúk egymás között. És azt gondolom, hogy ez ma is egy olyan nemes versengés, amiben nem csak a sport szeretete, hanem egyfajta férfias spirtus, egyfajta a kunokra jellemző virtus is megjelenik, és nagyon nagy öröm az, hogy vannak olyan fiatalok, akik választják ezt a sportágat, és vannak olyan elődök, vannak olyan jeles nevek, akik pedig mutatják az irányt. A Kunkar Karcag Skander Sportegyesület 2018 óta működik városunkban. Az egyesület vezetője Vályi Nagy Imre elmondta, jelenleg 20 fős a társaság. Azért csináltuk ezt az országos bajnokságot, hogy megpróbáljuk reklámozni a Skandert, népszerűsíteni, és remélem, hogy majd itt a Karcag is környékén is beindul, és többen leszünk a Karcagi Egyesületbe. Már beszélgettünk, hogy itt egyszer megtartjuk Karcagon, ugye hosszabb idő egyeztetéssel sikerült megbeszélni a polgármesterre és a helyet kibérelni, megtalálni a megfelelő helyet arról, hogy egy igényes Skander bajnokságot csináljunk itt. A karcagi versenyzők kiválóan szerepeltek az országos Skander bajnokságon. A csapatkupán a harmadik helyet sikerült megszerezniük. Mészáros Attila és Vályi Nagy Imre aranyat, Mészáros Dominik ezüstöt, Vályi Nagy Norbert, Szopkó Ádám, Fekete Bendegúz pedig bronzot szerzett a nagyszabású versenyen.